Ott is van. Folyós sisakú jántör. Folyós sisakú. Bizony. Bizony. Emlékeztek arra, hogy miért van rajtam ez a sapka? Ha nem voltatok itt tegnap. Délután. Késő délután. Akkor nem láthattátok, amit most látni fogtok. Megmutatom nektek a tegnapi szerzeményemet. Annyit elmondok nektek, hogy megöltem Mogot. Szóval ilyet tudunk ezzel az új képességgel. Menő mi? Ez a kutyával is egyébként ugyanígy működik. Előhívjuk a haverunkat. Hányas szinten jársz így, hogy itt vagyok Kéridben? Kérid azért kell nekem mókás, mert itt nagyjából jól le tudom tesszelni a sebzéseimet. A Night and Flame tüzes képessége szerintem többet sebez, mint ez a Rot Skill. Persze, lehet, csak ugye ez Breedel is. Csak ugye ez Breedel is. Meg ugye az, tehát hogy ez, ennek a, ezt így dobja, a tűz meg felfele száll. De, ja, szerintem is egyébként jobb, tehát hogy többet sebez. De ez menőbb, mert véreztet. Nem, ezt nem fogjuk használni. De iszonyatosan menő. Szinte minden nap jön valami új videó, amiből teljesen megerőszakolják a játékot. Repülő mount, egy hitelnek endboss-t, vagy éppen pucéran egy bunkos bottal győzik le. Korábbi DLC-ekben is voltak ilyenek? Voltak ilyenek? Nyilván itt most több ilyen van, ilyen durvább videó, mert sokkal több embert érdekel ez a játék, mint a korábbi DLC-eket. DS-ek esetén. Na, Astramis hozott nektek egy tegnapi klippet. Linoleumának mauzoleuma. Azt hittem, hogy jól fogom tudni kiejteni ezt a dolgot, de nem. Mondom nektek egyébként már is, hogy hogy haladtunk legutóbb. Mókás, most már ne figyelj, mert spoiler. Tehát itt voltunk, Magma, Worm, akárkit legyőztünk, körben jöttünk ide, ahol találkoztunk az Azúrmesterrel, ahol megcsináltuk Selenának a questjét, rengeteg questet csináltunk, Lusát mestert is megtaláltuk, az ő szettjét is megnéztük, ezt a legutóbbi streamben meg tudjátok nézni. Át akarjuk nézni, nem néztük még át, de át akarjuk nézni a Volcano Manort is, amivel még nem végeztünk, de már Rijkaardhoz be tudnék menni, de oda még nem szabad. Küldetésekkel úgy állunk, hogy csak, tényleg csak azt fogom elmondani nektek, hogy a legutóbbi streamben mit csináltunk, mert az előttiben rengeteg mindent csináltunk, tehát 9 questline-nal haladtunk, de tegnap délután csak annyival, hogy Riával progresszeltünk, és ő arra vár, hogy megöljük Rijkaardot. És talán a legjobb endinget hozzuk neki össze. Illetve Varit is kihívtuk, és elvertük a Mogos palotánál, illetve megöltük Mogot magát.
Ez milyen klassz? Confessort kezdtem. De itt nincsenek klasszok. Ez kezdőgír, srácok. A klassz az kezdőgír. Az meg, hogy 80, után, 80 óra után milyen kezdőgírem van, azt szerintem annyira már nem számít. Eszembe jutott egyébként, hogy hogy áll Jar-Barinnak a küldetése, az hogy állhat? Mert ő nem rémlik. Ő is Dialoshoz vagy kihez kötődik. De nem emlékszem. Igen. Oké, tehát Jar Baernek a küldetése akkor folytatódik, hogyha a Dialos lejön Jarburgbe, ami meg Rijkaard halála után fog jönni. Jól van. Feltételezem, előbb Alexander questjét kell befejezni. Az helyzet nincs is köze hozzá. Megnéztem, hogy Alexander teljesen függetlenül mozog Jar Barintől. Jar Barin Dialoshoz kapcsolódik, mert Dialos megy majd Jarburgbe, hogyha megöljük a tesóját, rokonát, házabeli csávóját. Juno. Juno házlót. Úgyhogy... igazából clearelgethetném a Manort, meg a Mount Gelmir ezen részét. Ezt még lehetne csinálni. Renan-Renan járok, de farmolnom kell Golden Seedet, hogy legyen elég flaskom. A 8 flaska nem elég. A kezdő helyszínen lement a Stone Sword-os helyre, ahol felmegy az a daráló vacak. Fellemegy a daráló vacak. Ja, tudom! Viszont Alexander quest vége már kapcsolódik majd. Alexander, annyit tudok Stalon, hogy ő majd ide megy el. A hegyekbe. Arra gondolsz, hogy majd azután? Jó. Ugrálni akarok. Igen. Ugrálni akarunk. Mennyi szól van nálam? 100 000, akkor meg fejlődni akarunk. Szia Danika. Szia Stélon. Szia Csabi. Üdv mindenkinek. És az intre pakolunk, hogy meglegyen a Komet Azur. A kisebb köcsögöt ne felejtsd el lecsekolni, ha végeztél Alexanderre, mondjuk úgy akkor. Oksa! Szóval, ide jövünk. Mert Rijkaard bejárata előtt vannak még dolgok, amiket én meg akarok nézni. Mondjuk akkor pont, hogy ide kéne jönnöm. Vagy nem? Ugrálni akarok. Jó, akkor meg teljesen jó helyen voltam az előbb. Pillanat. Csak kitalálom, hogy hova akarok menni. Akkor van a kis köcsög, a nagy köcsög és a kélidi óriás köcsög. Igen. Igen, amúgy igen. Ja, meg lehet ölni a szekeret, igen. Meg lehet ölni a szekeret, van egy item hozzá, pont tegnap láttam róla videót. És azt Patchistől vettem meg, srácok. Talán key item. Nem tudom, hogy hol van, de Patchistől vettem meg az itemet, amivel meg lehet ölni a lovasokat. Vagy legalábbis egy lovast. Nem tudom. Na, az helyzet, azt sem tudom, hogy néz ki. De Patchistől vettük meg, az rémlik. Ez az.
Szerintem miért te már a második gurulós lovasra gondolsz a lávás résznél? Nem tudom, én egy lovast láttam, el kell nyomni rá a Margit Shackle-t, azt meghal. Mármint, hogy idéz még egy lovast. Nekünk a játék. Azt a rat! Ezek tudnak köpni? Tennap meg lett a platina. Igaz, szép scamoltam az endingeknél. Fúj! Stay alone is egy nagy büdös csaló! Hát mindenkinek más a nehéz buba. Gyere rám, ez az. A láva miatt kapta? Vagy mi miatt kapta? Na, 10 percig ütöttem a varázsló technős Lucario után a templomba, erre csak 100 rúnát adott. Szegény technős. Hát hogy bánsz vele, Sticky? Na, azt írják itt a fiúk, hogy door ahead, time for jumping, akármi. Igen, igen, Renala nagyon durva. Nagyon durván ellenáll a mágiáknak, így van. Jó, hogy a teknős pápát ölte meg, Sticky. Na jó. Na jó. Szia, Petya. Mi újság? Ott van. Ne szívassatok, hogy ez az a lift, ami a shortcut. Ok. Amúgy nem mágus vagyok, csak a kardom spellje Black Flame-et tol a földre, ami amúgy nagyon bedarál, ha nem levegne. Aha. Ki még nem vitted ki az Elden Ringet? Hát hogy vitte volna ki? Hát hideg van, most kezd csak jönni a jó idő. What? Teljesen véletlenül találtunk erre rá, srác. Amúgy tényleg. Wow. Wow. What? És hol vagyok? Wow! Itt van Ria. Wow! Nem, nem. Nincsen kill me, please. Régi szép idők, amikor még a Volcano Manorba kalandoztam. Milyen kedves vagy? Ja, most volt egy vendor, akitől vettem 5.
Én itt lemészároltam Riát, éppen menekültem valami elől, aztán egy... Aztán nem egy barátságos NPC-re számítottam. A? Értető? Ezt elfelejtettem. Na srácok, én itt láttam egy menő dolgot. Amiért most mi erre jövünk. Ó, na a királyság lolt felé. A menő dolog az, azt hiszem itt lesz balra. Hát 2100-at sebzett. Tudunk-e valami guide oldalt? Biztos, ha beírod, találsz ilyen guide-okat. Ebben a játékban az, az a szép, hogy... hogy el tudsz veszni a világába. Legalábbis szerintem. Vagy nem mondja meg a játék, hogy mit csinálj. Mármint szerintem ez tök szép a... ez tök szép ebbe a szolzós világba. A DS2-ben ritkább volt a kőkulcs, amúgy itt én az összes ajtót kinyitottam, amivel találkoztam, és maradt is kulcsom. Ja, mert lehet venni a vendornál is, az nagy előny. Na, srácok! Oda, nem tudom, hogy hogy jutunk el. Vagy például ide. Ja. Nem tudom, srácok, most így fel akarok fedezni. Nem tudom, hogy hogy akarok egyáltalán felfedezni. Például oda tök jó lenne el... ja, oda mondjuk hülyeség, de oda... oda el lehet menni? Ja, a héten lett a green screen. Mármint, hogy a héten már green screen-nel toljuk. Akkor nem így kell. Hol lehet ott a lejárat? A shortcut már megvan. Például. Az a baj, hogy nem akarok megölni olyan NPC-t, akivel aztán lenne valami szerepe. Hát figyelj, megölöd. Nem történik semmi, igazából. Az első végigjátszást, azt úgy javaslom. Igen, itt lesz a sorkán. Az első végigjátszást, azt egyébként úgy javaslom, hogyha tehetitek persze, és élvezitek úgy a játékot. Vagy csak játszátok és élvezitek. Tehát, hogy ennyi. És nem használtok semmi külső dolgot. Hogy előnyre tegyetek szert. Azt már buktad? Figyelj, hogyha streamre jársz, még mindig, hogyha nem azért nézed a streamet, hogy előnyre tegyél szert, hanem mert élvezed a játékot. Értem. De mondom, kinek mi? Ki hogy szereti? Nem kell úgy játszani, hogy én mondom, csak szerintem így marad a játék szép, és így marad olyan, ami ennek kitalálták. Bekapta a Mimiki Antört. Első végjátszásra 102 óra volt, a csomó tárgy kimaradt, mert hamarabb öltem meg.
például boss, mint kellett volna, de az úgy volt logikus, de majd a második megkifutása. Hát itt például nagyon nem logikus az, hogy Rijkaardot életbe kell hagyni sokáig, hogy ne történjenek bajok, érted? Amúgy most látom, hogy neki például az a fegyvere van, amit Patches adott nekem, ez a gyertya. Ja, de erre vannak egyébként a New Game Plus-ok, srácok. Hogy végnyomjátok a játékot egyszer, ahogy nektek tetszik, élvezitek, és utána pedig nyomjátok esetleg guide-okkal, vagy céltudatosan. Úgyhogy New Game Plus-ba érdemes ezt szerintem így csinálni. Van valami bearing is a Smithing Stone-okhoz? Van, aha. Nessine azt mondták, hogy be lehet fejezni a Volcano Manor küldetést, mert azt már patchelték. Hát jó, csak a Volcano Manorban 4 NPC van, szóval hogy melyiket lehet befejezni? Hát hogy érted, hogy be lehet fejezni? Ez a Starlight csak fényt ad, vagy buffot is? Csak fényt ad. A leveles. Jaha. Aha. Jó, nekem nem csak... A Jónos? Aha. A Jónos. Azért így is mondja, hogy no guide, meg így úgy, de olyan gyorsan sprintelt el a kardért, mint senki más. Én... Mondtam, hogy nézek valami fegyvert, ami így szimpatikus. Nézegettem a dupla scalinges fegyvereket, és a Sword of Night and Flame az annak tűnt. És azért így mentem éjszakra, ahogy tudtam. Aztán persze nem is találtam meg elsőre. Meg iszonyatosan nehéz is volt. Tehát amikor én megszereztem, akkor azok az újak, akik ott voltak a nem is tudom milyen manorba. Azok kemények voltak, nagyon durván. Úgyhogy végül később adtam neki próbát újra, amikor tényleg azt éreztem, hogy iszonyatosan gyengusz a karakterem. De ja, én így menet közben azt mondtam, hogy végül is már annyit spoilereztetek a chatten, hogy igazából megnézem, hogy mit akarok, meg akkor csinálunk all boss run, meg all quest run-t, már amennyit tudunk, amennyi így maradt belőle, és akkor igazából láthatunk mindent a játékból. A Manor az olyan, amit így nem néztem meg magamnak, hogy merre mi van. Mert azért maradjon valami felfedezni való.
Oké, és feljebb tudtunk jönni, és most meg lett a talizmán, ott vannak még rúnáink, talán azért érdemes lenne visszamenni. Egy-két shot volt a story bossok az elejében? Nekem Margitot 5 lángos támadásból sikerült megölni. Valami nem jó egyébként. Én még mindig látok ott lootot. Az előbb kérdezted, mit kapott Staggert az Iron Maiden szerintem a villámottal. Leteszteltem korábban gránátokkal, a tűz semmit nem sebzett rajta, a villámra viszont extra érzékeny. Wow! Köszi Mobo az infót. Á! Aha! Nézzétek csak! Jóló? Itt volt egy mágus, meg egy rúnárk. Most az a szívás, hogy én most leugrottam ide. Azt amúgy itt mi van? Ja, látom, hogy mi van. De ide még nem akartam lejönni. Most én itt lemenjek, teljesen felesleges. Jó, az meg 20 000 szól, nem érdekel senkit. A loot, amit itt akartam, azt megszereztem. Igaz? Bár... Azt mondtátok, hogy ide érdemes átjönni a gerendára. Innen meglövögetni a jó népeket. Jó, és merre nem voltam? Mert az egyik irányban nem voltam. Ja, mert ez volt a shortcut. A másik irány meg mi is volt? Emlékeztek, hogy mi volt a másik irányban? Mert én nem. Azt mondták, hogy Grace. Ja, igen, azt mondták, hogy előbb legyen a Grace. Bátran kifutottunk. Oké, és most már megvan, hogy hol van ez a hely. Itt lesz egy shortcut. Én azt sajnálom, hogy nincs jobb világító képesség. Kutyaház. Oké. Hát figyelj, Aviade. Az a jó, hogy lehetőség van, hogy úgymond, hát csúnyán fogalmazza, mennyire, mert hogy szépen fogalmazza, mennyire akarod megkönnyíteni a lehetősége, mert mennyire akarod megkönnyíteni a játékot magadnak. Illetve azt is lehet mondani, hogy mennyire heréled ki magadnak a játékot. Amikor már átmegy abba, hogy kiheréled magad magadnak a játékot, az már majdnem felér az, hogy mint hogyha csalással játszanál. Van lámpás is. Igen, igen, én azt használom, Cassie. Sőt, van fákja is, többfajta fákja. Szóval így csal. Hát, vagy herélek. Igen, ott van a lift. Ott a barátunk. Ő köpni akar.
egyébként, aki nek túl könnyű a játék, mármint hogy úgy érzi, hogy könnyű a játék és túl gyorsan halad át, talán most egyébként én is így állok, hogy túl könnyű a játék, és ez lehet egyébként, hogy a build miatt is van. De hogy ez most nem olyan build, hogy így megnéztem a YouTube-on, hogy hogyan lehet OP buildet keresni, hanem ilyen buildem van, ilyen hibridet akartam nyomni egyébként, mint a DS-be is. És ha túl könnyű a játék, túl gyorsan ölöd meg a bossokat, akkor megölöd. És nem nincs meg az az érzésed, mint ami azoknak a játékosoknak van, akik megszenvednek a sikerért. Mert ez arról szól, ez a játék, hogy szenvedj meg a sikerért. Jó, hát most az, hogy mogot nem második tryra öltük meg 6 perc alatt, hanem 5-re 13 perc alatt. A summon? Hát, ja, akkor nem lehet, hogy egy tanki summon is segítenem, de mégse lenne ilyen. Hát a mognál a summon az nagyon sokat jelentett abból a szempontból, hogy nem rám figyelt. Egyébként itt egy kígyó. Persze, ezt aláírom, meg az előbb is mondtam, hogy mindenki úgy játsza, hogy ő azt élvezi. Itt csak azt mondom Macré, hogy az élmény, amit a fejlesztők kitaláltak, hogy az majd téged átjár, vagy hogy az így meg lesz neked is, az nem lesz meg ebből kifolyólag. Persze. Amit lehet használni, amit adnak, azt használni kell nyilván. Itt csak azt mondom, hogy... Könnyűvé teszed magadnak. Nagyon könnyűvé. Third party dolgokkal, mint hogy videókat nézel, meg ilyenek. Akkor nem lesz meg az a sikerélmény. Ennyi. Ha valakit kielégít az, hogy könnyű, akkor nincs issú, a probléma akkor van, ha valaki hiányol valamit a játékból, ami miatt könnyű. Aha. Jó, csak mondom. Hogy ez egy olyan dolog, amitől könnyen megfoszthatjátok magatokat. Én például továbbá se élvezem, amikor egy bossnak 20-szor futok neki. Uh-huh. Pedig... Ja, hát figyelj, másak vagyunk nyilván, de ott igazából a sokszor nekifutás az azért van ugye, hogy hibázol, fejlődsz, minden egyes trájnál, egyre jobban megy, és akkor úgy érzed, hogy ezt is kitapasztaltam. És ezek a kitapasztalások egyébként fontosak lesznek a jövőben, mert oké, most megcsináltad, és nem tapasztaltad ki a dolgokat, de később meg jön valami, amihez kellene az a tapasztalat. Alapvetően szerintem minden nehéz. Minden nehéz a Souls játékokban. Csak van, ami könnyebb egy build-el. Én azt gondolom, hogy a fejlesztők gátat szabtak volna annak, hogy könnyűvé lehessen tenni, ha ez a feladatot akart volna lenni. Ja, persze! Hát figyelj! Tehát, hogy... Számonolhatsz magad mellé. Ja, meg behívhatsz
nagy bossoknál NPC-ket is magad mellé. Mondjuk nem tudom, hogy a summon meg az NPC-be hívás magad mellé az hogy működik, de hogy így ilyeneket is tudsz csinálni. Tehát, hogy rengeteg mindennel meg tudod könnyíteni a játékot nyilván. Én itt csak arra gondolok, hogy megkönnyíted magadnak a játékot úgy, hogy nem játékbeli segítséget alkalmazol. Itt én most speciál erre gondoltam. Azt szerintem halál, hogyha oda ugrunk le. Fejlesztők is csak a PvP miatt balanszolnak? Mimik tér? Amúgy alapvetően igen, egy idő után csak a PvP miatt balanszolnak. De hogy ezt így most erre nem mondanám. Osztarat! Nézzük mennyire... Hogy alám tüzelt? Ő tüzelt alám? Ilyen de még nem is találtam. Great Omen Killer Cleaver. Na azért az itemért én is meghaltam párszor. Ilyet a klasszikus kérdés, Stalon. Megéri? A Mimic Tear milyen balanszt kapott? Damage nerfet. Inkább mint ha vizelt volna. Tőlem bizelhetett is volna. Ez egy ellenség. Ó, azt hiszem nem értem meg, de nem vészes megszerezni, csak pontosan és óvatosan kell. Wow! Egy újabb szél. Az rohadt jó. Ja, szóval félre ne értsetek, nem megkézni akarlak. Nem megkézni akarok senkit, csak elmondani, hogy... Hogy... mitől foszthatod meg magad, vagy hogy mik az élmények, amiket kigondoltak igazából ennyi. Erd Tree Crest. A mágusoknak nagyon rossz a játék eleje. Egyébként. Ki kéne próbálnom például a Black Flame-ezést is. Azzal a színlel tudod erősíteni a buffokat. Ó. Oh. Az volt a terv, hogy utána nézek majd. Hogy mit tud pontosan, mert... Bár mivel nem hibrid, nem is érdekel annyira. Egyik ismerősöm csak duóba tolja ki az Elden Ringet, hogy miért, nem tud angolul, kettő nem játszott még ilyen játékkal, 3-40 év feletti, de ki akarta próbálni a gémet, és még is nagyon élvezi, és áthatolja az érzés, mint a solo pélyeket. Szóval szerintem eléggé elérte a gém, amit akart, hogy széles közösség. Ja, persze. Ott maradt még egy loot. Szerintem a gang bossok mennyiségét tolták kicsit túl, de valószínűleg ez a spiritesek miatt van. A gang bossok azok, akik néha feltűnnek open worldben. Amikor többen vannak gang boss. Ja, értem. 2v1 vagy 3v1 szituációk, aha. Ajaj, srácok. Ajaj.
Vagy nem haltunk meg. Spiritás, akarom én tudni, az micsoda? Hát a spiritás azok az idézések, mint például ő is itt mellettem, nem? Ja, Ornstein és Smaug. Ők kemények voltak. Kivel harcol? Nem látom. Ja, ott van. Azok a testnek hívják? Aha. A hamvak. Ugye a hamvak. Aha. Akkor ezek szerint oda is föl lehetne menni? Szerintetek? Smithing Stone 6. Kacok? Ó, látom. Hát hogy, ne, hogy a fenében ne lehetne? Hát figyelj, Cassie. Most már sajnos elástad magad a szemembe, hogy azt írtad, hogy Smoke. Smaugra. Ez egy megbocsájtatatlan büntet volt. Aha, tehát ott a lút, ahova majd le kell mennünk, nézzétek, csak oda. Gondolom fullos a lút. Na. Egyszer, micsoda? Egyszer majd meg lesz a játék, de az már bőven a hype időszak után lesz, akkor meg már nem fog érdekelni, hogy kettő vagy többször nekiálljak. Aha. Nem tudom egyébként, hogy most... mennyire hype az Elden Ring egyébként? Mármint, hogy én még nem gondolkodtam ezen, hogy tényleg mennyire hype a játék. Valószínűleg azért lehet az, vagy gondolhatjátok, hogy az, vagy gondolják páran, hogy az, mert hogy nagyon sokáig nyomják az emberek, mint például én is most. Láttam a VOD-ban, hogy tegnap kérdezted a Tonic of Forgetfulness, bár Ria nem hal bele, csak elalszik, és elfelejti, hogy Rijkaard az apja. Nekem nem ébredt fel utána. Uh-huh. Akkor Rijkaard az apja, és akkor az anyukája volt ott. Hát, hogy ezeknek van anyukája egyáltalán? Nem is számít? Hát csak így agyalok, hogy miért gondolatják emberek ezt. Ennyi. Őt elvitte a Manorba. Ezek tudnak tolatni? Hát jó, csak nem tudom, én ezt egy nagyon réteg játéknak tartom. Ezt a Zelda ringet. De akkor született, amikor Rijkaard egyesült a kígyóval, mint melléktermék, hogy csúnyán fogalmazzak, amit találtál, az a magzott burka. Aha. Ezt én se ismertem. Magzat burka. Én azt hittem, hogy az a méhe. Bár nem tudom, hogy megy ez a kágyóknál.
Szerintem is hype, viszont nincs ezzel baj, mert teljesen rászolgál erre szerintem, hogy most minden erről szóljon, és hogy körbenézek, sok ember beszippant úgy is, hogy előtte mondjuk nem feltétlenül szolzott, és nem csak a hype miatt maradnak ott, hanem mert tényleg tetszik nekik és szeretik. Aha. Ez tök jó egyébként. Most fog kiderülni, srácok, hogy megérte elhasználni ezt a Stone Sword Key-t. Nem így akartam. Aha. Igen, ez volt az, amiért nem akartam elhasználni a Stone Sword Key-t. Tehát, hogy nem. Ja. Amúgy meg is éri elsőnként belekóstolni a Souls világba az Elden Ringgel. Nekem a theory craftingos része brutálisan tetszik. Illetve a pálya, ahogy felépítik a pályákat, ez brutál jó. Na, tök jó, ja. Felfedezés, theory crafting. Nekem ez az, ami így nagyon adja ebbe a... ezekben a játékokban. Az is ritka, hogy párom idéből mellém és nézi, mit csinálok, jót szokott nevetni, mikor megyek a lóval valahova, és a semmiből jön egy 50 emeletes hatalmas sárkány. Én meg sikítok, mint egy kislány, és futok. Nem tudom egyébként, hogy mi miatt raktak bele ennyi summont egyébként a játékba. Hogy ez mi miatt van. Szerintetek fel lehet ugrálni a tetőre? Multi volt, csak bonyolultabb volt? Hát, azt nehezen érthette meg szerintem először az ember, hogy az hogy működik. Dark Souls-os multi. De egyébként egy interjúban elmondták mi ezekiek, hogy miért így van megtervezve a multi. Nem tudom, kinek van meg az a példa, amit ő mondott, hogy a multit úgy találták ki, hogy lerobbant a kocsi, és random emberek segítettek rajta, akikkel utána valószínűleg soha életükben nem fog beszélni, és ennél a multinál is ez volt a koncepció, hogy random emberek segítenek éppen egy aktuális problémán, és velük valószínűleg soha nem fogsz találkozni. Ez volt a koncepció a DS-ek multiánál. Srácok, a templom tetejére fel lehet-e jutni? Nem vágjátok? Hát ez a rizikó dolog. Benyomod az embert, elnyomod a humanity-t, vagy mit tudom én, micsoda, és beinvédelnek? Hát igen. Benne van a pakliba. Nem tetszenek az átvezető videók, betyár? Amúgy szerintem nem lehet feljutni. Mics ott? Na jó. Fel lehet jutni a tetőre, ott aludt. Na de hogy a fenébe jutunk fel a tetőre? Mi az, aki utána invédelte őket és... visszatolta a kocsijukat. Srácok, fel lehet menni a tetőre. De hogy a fenébe? Hogy lehet felmenni a tetőre, amikor itt csak lefele van út? Van ötletetek? Milyen loot lehet egyáltalán ott fönt? Valaki vágja? Ah, ott egy létra! Nem baj, amúgy én örülök neki, Péter, hogy ilyen szép nagy a világ. Hát szerintem jobban volt megoldva, bár se teljesen egyértelmű. Nem vágom.
Sőt, az Elden Ringeset is csak annyira vágom, hogy itt most a multisokat lehet megint védelni, meg hogyha elnyomok valami itemet, valami ilyesmi van. Nekem talán az egyetlen negatív, hogy sokat kell várni arra, hogy más beszomonoljon, hogy segítsek neki. Az nekem is lassú volt, de nekem a PvP-nél is lassú volt. Ez gond, srácok, mert hogy a loot az ott van. Én meg itt vagyok. És oda hogy megyek? Tehát, hogy... csak arra tudok gondolni, hogy nem a Manorból kell idejönni. Hanem a hegyekből. Az lehetséges? Na jó, most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most micsoda. Az elnagyolvát, azt Péter mondta, nem Lord Fairy. Hogy a fenébe lehet oda jutni? Jó, ez nem érdekel. Az sem érdekel. Na! Elvileg van itt, ez egy elvileg egy staff. Ez elvileg egy staff. Jó, nézzük meg. Hogy tudunk oda jutni? Leülünk. És akkor nézzük. Már nem emlékszel, hogy hogy lehet oda jutni? Elvileg innen kell. Halál! Ez meg... Hát ez úgy halál, hogy rippentyűs halál. Ezekre a kígyókra a kardunk nem sokat sebez. Mondhatni meg se érezték. A villám az jobban fájt nekik. Így a sokadik Souls játékom után már nem félem annyira a halált. Ajattak, hogy hogy értem. Mármint, hogy meghalunk, az nem fáj nekem annyira. Most egy vagy kettő van vajon? Szevasz, Jesus fucking Christ. Ez egy szívás lesz ez a szoba. Csak nem lehet bonyolult. Ja, amúgy azt nem csinálták meg jól, tehát a... PC-n nem olyan jó a játék, mint konzolon, legalábbis az egér billentyűzet irányítás miatt. Na jó, tehát akkor ha nem erre kell menni, akkor mégis merre kell menni? Ha van tippetek, nyugodtan ne tartsátok magatokban. Most éppen lekövet a fejével? Azt hittem. Négy boss megcsináltál. Nice. Ó, megkaptuk a sapiukat.
most lehet mondani. Ez a sapka neked nem esett ki? Hát én is most már sokadikat ölöm. Van egy létre, de ez nem az a létre, ami nekünk kell. Jó, tehát tuti, hogy a tetőre kell felmenni. Most legalább... Vagy esetleg itt? Nem. Jó, hát az a helyzet, hogy ott se látom, hogy nagyon lehetne mozogni. Úgyhogy tudja, hogy ez a létre kell. Na. Nézzétek, csak ott egy ajtó. Ott egy ajtó. De ha ajtó van, akkor bejáratnak is kell lenni. Ez egy olyan ajtó, mint ez itt. Ha, érdekes. Szerintetek itt lesz valami titkos? Jól emlékszem, valahol ki kell, vagy le kell ugrani. Itt van fölöttünk egy ajtó. Ez nem úgy néz ki. Bal oldalad, amit tető volt ott, nem. Sajnos nem. Nagyon távol van. Az nagyon távol van, srácok. Ez is úgy néz ki, mintha oda lehetne menni, de basz... Vagy mégis? Ha felmész a tetőről, ott a jobb oldali tetőrésznél lenézel, van egy platform. Okés, nézzük. Most épp azt nézem, mintha azokat nem ok nélkül lennének azok a deszkák. Lehet, hogy abba a toronyba be lehet menni. Köszi, ez a megoldásunk. Amúgy ti, amikor benéztek egy szakadébe, vagy trükköztök a kamerán, vagy lássatok valamit, akkor forgatjátok a fejeteket? Én nagyon, mintha benéznék a falak mögé így. Ja, igen. Igen, ismerős. A szemétje. Ez olyan volt egyébként, mint a... Igen. Akkor ő is Omen Killer, mint aki ott az albinaurikoknál volt. Az albinaurik village-ben. Igaz, kacok? Oda néz, hát itt még ki lehet máshova is ugrani. Beszarás. Albinaurik staff és albinaurik mask. Hogy ők az albinaurikok. De jó! Hát azt nézzétek, srácok! Na? Hát ez nekem nagyon tetszik. Jaj. Árkén növelő. Viszont kevesebbet tudunk hílálni. Illetve a másik újabb shopping az ez. Attack power növelő. Ez tetszik, Jesus fucking Christ, azt mondod? Albinaurikaiaké. Köszönöm szépen ezt a nyelvtöröt. Szóval esett egy staff. Staff, ez az. Arcane staff.
Arkénes varázslatokat lehet vele csinálni. Mármint, hogy arkénesíti a varázslatokat, ha jól értem. Oké. Okay. Ó, aha. Mit mondanak itt? Message. Oh. Nagyon jó ez a sapi. És egy 10-es Golden Runa. Ezzel a sapival minden kácérjom. El tudnál valaki mondani, hogy mitől szól az játék? Egy szó az játék, próbáltam utána olvasni, de nem nagyon találtam semmit sem. Hú. Hát most így hirtelen nincsenek összeszedve a gondolataim ezzel kapcsolatban, úgyhogy bízom abban, hogy lesz valaki okos a cseten, aki elmondja nekem. Jó. Szerintem meg vagyunk. Szerintem átnéztük. Amennyire csak lehetett ezt a helyet, nem? Mit mondtok, srácok? Jó. Az jutott eszembe, hogy... azt mondtátok, hogy Rijkaard akármiért kijavították, úgyhogy azt még meg lehetne nézni. Valamit javítottak Rijkaardon, mert ha tényleg javítottak a mánoros, a Rijkaardos küldetéseken, akkor elvileg... Nem. Bár körülnézünk ott, mert nagyon gyorsan ott hagytam azt a részt, úgyhogy még annyit megteszünk, srácok, hogy az a portárja körül körbenézünk. Na, látsz a mit linkelt. Hát valószínűleg amúgy attól, hogy a... Nem akarsz meghalni, hogy ne veszítsd el a fejlődési lehetőségedet például. Illetve attól, hogy az ellenfeleid nagyon erősek. És nem csak abból áll az egész, hogy nyomod a bal klikket, hanem trükköznöd kell dodzsolásokkal. Talán jól mondom. Ó, nem néztük meg, hogy hova tudunk ugrani. Ó, a franc vinné el. Srácok, vissza kell majd mennem ahhoz a templomhoz. Ott, ahol lejumpoltunk, és ahol volt az az Omen Killer, ott... le lehetett volna ugrani még egy helyre, amit meg akarok nézni. Jól látom, hogy leperiszte a... segédem? Jó.
Aha, így van. És még azt is kipróbáljuk, hogy átmegyünk. Jó. És még grészünk is van, tehát, hogy nagyon megérte. Mongol emberrészhető, megnézted? És arra is kíváncsi vagyok. Hát ő itt Rijkaard. De nem ébresztjük fel. Hanem ezt csak itt elvesszük. Ez a Serpent Hunter. És azt csináljuk, hogy kilépünk. Aztán meg belépünk, és elvileg nem leszünk itt. Legalábbis ezt mondta Zakika, és ezt most kipróbáljuk. Az egésznek az alapja, hogy türelmes legyél, ha túlvállalod magad és megszívod miatta csak magadat okolhatod. Aha. Minden ellenséget ki kell ismerni, másképp nem nagyon győzhető le. Aha. Szóval... Minden elséget ki kell ismerni, másképp nem nagyon győzhető le, van egy jóval kisebb szint, vagy egy jóval kisebb szintű is le tud győzni, hogyha nem figyelsz. Így van, így van, így van. Oké, és tehát megvan ez a... Ez az út is most már nekünk. Durva. Okés. Ó, okés, köszi szépen, Mobu. Rijkaarddal nem fogunk most foglalkozni, srácok, sőt, ma meg se fogjuk ölni, ő itt marad, mert hogy akarok csinálni így dolgokat. Ide akarunk jönni, és meg akarom nézni, hogy hova lehet ugrálni. Na szóval, a balzizickákkel találkoztál ezen a Manorban, nem tudom milyen item van ott, de van valami, valószínűleg valami haszontan. Hú, nem tudom, hogy most mire gondolsz így hirtelen, ne haragudj, Csabi. De megmondom őszintén, de Bulon, nem tudom. Nem tudom a pontos specifikációját a Souls game-eknek. Az a jó, hogy most fel kell mennünk. Asztara! Akartam meglőni. Őt is csak azért lövöm meg, mert megteltem. Jó. Na és most kipróbáljuk azt, srácok, milyen, hogyha felbuffolom magam. És úgy megyünk oda. Ő volt itt Omen Killer,
Én pedig itt vagyok a Overkiller. Áh, értem, hát ez nagyon jó. Mármint, hogy nem a viccem, hanem az, hogy, hol vagyunk. Jó. Srácok, szerintem ezt a helyet átnéztük. Annyi van, hogy van itt egy rész, ami egy Stone Sword Key. Ami egy Stone Sword Key, ami ott maradt. Ami itt van. És azt mondta Stélon, hogy csak jól kell ugrani. Ott. Az kimaradt. És vállalom is, hogy kimaradt, és hogy ott is maradt. Oké. Volcano Manor átnézve, arra gyorsan ránézünk, hogy Mount Gelmirrel érdemes lenne foglalkoznom. Vajon? Nem tudom, srácok. Megnézzük. Kell beesni kell jól? Igen, tehát, hogy itt föl lehet mászni. Ja, durván jól néz ki a játék, igaz? Petyár. Ugrunk egyet, mert úgy sem halhatok meg. És hogyha leesek, akkor meghalok. Itt vannak azok a lények, akik ilyen fura... Ja, ezek a frenzi lények. Ja, ők ilyen frenzik. Pedig ott nyomta a dudálást, vagy mi a trombitálást. Ez ki volt? És te hogy kerültél ide? Igen, ezen a részen biztosan nem voltunk, srácok. Hát ezt így folytatjuk, ez el fog tartani egy darabig. Vannak itt megőrült katonák? Valaki nem vágja véletlenül? Ott azok az íjászok, sok kezű íjászok. Ú, ne is mondd! God of War után befejeztem a DS3-at. Aztán meg most jött ez. Ez megőrültek? Húba. Nem ostoba ez a buba srác. Tud valamit. Ezt a részt egyáltalán nem néztük eddig, srácok. Poison Grease. Raise the Elden Ring. Az udós előttünk.
Ez egy pak volt. Ez pedig itt egy dungeon? Ön nyert. Volcano Cave. Jólóban nyomjuk, srácok. Mármint, hogy nem ez. Nem használjuk el a rúnáinkat. Könnyed tapsolások. Ennyire bejött a God of War, Petyán? Hűha. Lámpa, flash és boss room. Margo. Jar Cannon kaptunk, srácok. Az a gond, hogy... És ennek vége. De újra visszajövünk, mert hogy van itt még számtalan irány, amelyre nem mentünk el. Hogy tessék? Dungeon boss. Dungeon bossok ilyen gyorsan halnak. Bárcsak egyébként ez így menne nagyobb bosszokkal is. Mármint, hogy látványos lenne. Hoppá, közben irányt váltottam. Nagyon lassú volt? Bocsi. Te most mit keresel itt fent? Ő így patrolozgat? Wow. Margo. Nem, a boss már nem lesz itt, csak van még egy-két irány tényleg, amerre én el akartam nézni. Szeretem így kiklírálni a dungeon-öket, ha tehetem. Jó. Ott volt nekünk lent a nagy boss, alattunk pedig a boss room, valahol. Füstkapott téged zárt el, mert te voltál az igazi boss. Na tessék.
látjátok? Mondtam. Az igen, kettő cuccos is. Coil Shield. Silver of Meat. Ja. Talán akkor a Coil Shield. Poison build-up-os. Viper Bite. És ezt hogy kell használni? Ha mondjuk így. Csinálom. Wow, azt nézzétek. Így letekeredik a pajzsról, majd rátekeredik a pajzsra a kelgyó. Wow, tök jó. Tök jó. Na. Akkor ez jó volt, hogy erre jöttünk, nem? Ja, meg a Jarkenent is meg kéne nézni. Jar Jar Cannon. Ballista. Ballista cucc. Azt nézd! És ezt hogy kell használni? Ebbe akkor valószínűleg nem... Nyilat kell tenni. Akkor ebben mit kell tenni? Ezt a kígyót nem mutassa meg Nesszelnek? Hogyhogy. Ott néznek, hogy kunkorodik a hátamon, Martin. Srácok, ez mivel működik? Na várj, ez most működött? De hogy? Wow! És mit használ? Nézzük csak. Oké, és a másik, ez működik? A másik nem működik velem. Van egy kis fóbiája? Ja. Na. Ballista boltot használ, aha. Zsír. Hallod, valószínűleg a legfurább buildet raktad össze ebbe az egy hónapba az összes playert nézve. Nem ezt fogom használni. Csak megnézegettem. Mármint ezt csak azért nevettem. Jesus fucking Christ, mert hogy hát akkor reméljük, hogy nincsen nagyon ilyen kell gyors bossz a játékba. Legalábbis nekem nem rémlik. Ja, főleg a DS-ekben biztos több kígyó van, mint szerintem itt. Meg a, hát mondjuk itt a Rykard, tehát hogy azon túl kellett lennie. Igen, tehát a Rykardon nyilván túl kellett lennie. De azért is mosolyogtam, mert hogy a Adri is ilyen ízelt lábú, meg csúszómás, szófóbiás. Úgyhogy azért is. Sekiroba én remektem egy résznél, ott is vannak félelmetes dolgok, Martin. Azt mondta, hogy nekem játék, hogy hol vannak dungeonök. Dungeon. Méghozzá Volcano Manorban van-e dungeon? Ez itt a kérdés. Ez nem Volcano Manoros Dungeon? Mount Gelmires akkor ezek szerint. Ja. Na. Anasztázia meghalt. És elvileg itt van még egy. Ott van még egy? Ezt oda hogy? Ott. Helytetőre felugrott? Nem. Nem, képzeld el, hogy nem csináltam ilyet, ha erre gondolsz. Mondjad, Martin, nem spoiler. A Sekiro. Erre gondolsz? Mert itt nem ugrottam még át Stélon. Sőt! Te arra gondolsz, hogy a lóval felugratni egy helyre, amikor meg van boostolva. A kristályos bossra gondolsz? A felugrottál csak a hidrástél. Ah, aha. Ja, ott megöltem a kristályos bosst. Ha arra gondoltok. Ha nem arra gondoltak, akkor nem ugrottam fel a hegyre. Lehetne fejlődni? Ja, lassan lehetne.
Aha, ja. Úgy jöttünk egyébként a Manorba, azon az úton. Viszont erre egyáltalán nem voltam. Wow! Suffering ahead! Milyen bied a karakterem? Hát ilyen hibrid. Fétes, intes. Most már inkább intes, fétes. Varázsló, garázsló. Öltem NPC-t. A bogot. Vagy bogárdot. Vagy nem tudom, hogy hogy hívják. Haló? Gelmir's Hero's Grave. Hogy a kamerádba néz a karakter, nyomni kéne egy You Are Beautiful-t. Az még pont be is van rakva. Ja, szóval egy NPC-t megöltem, srácok. Van benne egy hatalmas albinó kígyó hófehér. Ez nagyon jól hangzik, Martin. Kedvem támadt egy kicsit sekirózni egyébként. Még úgyis, hogy nem utálom a kelgyókat. Ugye kiderül, hogy ez milyen barátságos rész. Na, ki volt az első, akit megöltél? Halál rád! Na! Srácok! Nézzük! Erre most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Működik-e Margit shackle-je? Vagy kamu volt az egész. Church of Marikába? Ja, ő az árus volt. A sima árus. Na jó, akkor nem tudom, hogy mi a megoldás, srácok. Itt nincsen Margit. Láttam olyat, Zakika. Várjál. Lehet, hogy pont megvan és meg tudom mutatni. Azt mondja, hogy Reddit. Mindjárt. Így van. De lehet, hogy ez csak a kezdő dungeonben működik. Itt van. 10.000 ápót van rajta. Mondjuk ez nem jelent semmit. Az arúzia... Ó, hogy két shackle kell hozzá, srácok. Két shackle kell hozzá. Mok shackle-je, igen. Elnyomja a Margit shackle-t. Igen. Vagy... Nem tudom. Nem tudom, hogy itt mi a trükk. Amúgy ezt ki kéne próbálnunk. Hol lehet megszerezni a másik... Hol lehet megszerezni a Mock Shackle-t? Ez lassú voltam.
Szóval én erre nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Ezt meg kéne csinálnunk. Az volt a trükk, hogy egymás megölte a két kocsi? Nem tudom. Hogy lehetne ezt megcsinálni, srácok? A futás animáció, nem tudok. Ben Hur, de szerettem basszus a Ben Hurt. Amúgy ezt lehet el kell engedni. Oh! Saved! Szóval ezt ki akarom próbálni, srácok. Mit mondtatok, hol lehet megszerezni a... Ja, nem mondtátok. Azt a Mock Shackle-t. Hol lehet megszerezni ezt a Mock Shackle-t? Ebbe pont nem lehet kiiktatni a kocsikat, Video Guide erősen ajánlott ez a Hero Grave-hez. Főváros. Oké. Okay. Jó, akkor majd ide visszajövünk a főváros után. Köszi, köszi. Beast Eye Quiver. Szizakika. Oké. Menekül. Nem szimpatikus ez a hely. Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy ez ilyen kombat muzsika. Ó, már tudom, hogy hol vagyunk. Már tudom, hogy hol vagyunk. És ide át tudtam volna jönni. Miért nem tettük? Azt hittem, hogy erre nincs semmi. De fura. Nos, az a rész... Az a rész, na várjunk, csak odafordulunk, csak úgy, hogy ne essek le. Tehát, ha így megyek, és arra nézek, akkor az a rész, ami ott van. Nem, az nagyon nem az a rész. Akkor az. Meg kell jelölni.
ezzel pont oda nézek. Így van. Így van. És azt a részt sem néztük át. Ott egy olyan tökfejű. És ott lent voltunk? Ott lent voltunk. És ott, ott is voltunk. Mert hogy itt másztunk fel. Jó, akkor errefele nem voltunk, srácok. Itt lent nem voltunk egyáltalán. Jézusom, ott egy nagy worm face. Bocsi, most már jó lesz. A Sacramental Budból mit lehet craftolni? Szerintetek? Nézem meg. Azért kérdezem át, ha valaki fejből tudja. Vagy hogyha a fejét úgy hívják, hogy googli. Elleni cuccot. Nem tetszik, hogy nem lehet idézni. Ez a Wormface, ez tud ilyeneket? Hamar elmúlik a hype. Nem tudom, szerintem még így is durva nézettségnek örvendhet. Magának akarta Wormface. ezer. Ez már egy szint, nem? Jaja, egy nappal hamarabb lehetett játszani. Hiszen pont úgy volt, hogy... A csütörtökön már tudtam nyomni, a minden igaz. Így van, az Elden Ring miatt nem Epic-kel játszottam. Epic-es játék volt az egyik este, azt hiszem. Vagy az pénteken volt? Nem emlékszem. Nincs rúnánk. Azt! Hát figyelj azért, betyár! A legtöbben úgy játszottak vele, hogy nem streamelhették, érted? Hát hogy jó páran már hetekkel, hónapokkal ezelőtt kaptak hozzáférést, csak ugye azt nem lehetett streamelni. Azt a mentést nem lehet streamelni megjelenéskor.
Simán lehet, hogy azt a mentését vette elő. Mi történik? A novemberi az... az a closed network test volt. Értem. Mama. A novemberben a Close Network tesz volt, ha jól emlékszem, Betyár. Liden Hartir, Krulean Hidentir. Szóval, hogy akkor volt egy hét, amikor bizonyos időszakokban lehetett játszani 3 órákat a játékkal, és azt tesztelték, hogy bírni fogják-e a szerverek a terhelést. Ez kellett a komment az úrhoz? És ez hogy működik pontosan? Perkül Engine-nek megengedik? Nem. Nem. A Close Network Test az az volt, hogy bárki játszhatott velem. De csak megadott időszakokban. Tehát például volt olyan, hogy szombaton hajnali 3-tól reggel 6-ig. Nem tudom pontosan ezeket hol tárolja a játék. Aha. Temporary boost poise in a mixed physic. Ja, betyár. Akkor én abban a 3 órában annyit csináltam, hogy akkor úgy kezdődött a játék, hogy kihagyta a tutorial szigetet, és rögtön a barlangba ébredtünk, és akkor én bementem egy-két dungeonbe, meg eljutottam Margitig, Margitot megöltem, és utána a kastélyt kezdtem el felfedezni, és na, eddig tartott a 3 óra. A Close Network testre regisztrálni kellett előre, azért nem mindenki vehetett részt. Ó! Oh. Hát akkor... Akkor bocsi. Aha, tehát 10 szekig 0 FP cost. Wow. Nem, azt a mentést azt nem lehetett megtartani. Nem tudom, amúgy lehet meg lehetett volna tartani. Arra sem emlékszem, hogy én azt PS-en játszottam, vagy PC-n játszottam, ez már nem rémlik. Köszi szépen, Zakika, ez király. Ha csak konzolom volt, akkor nagy valószínűséggel PS5-ön csapattam. Üdvöd mindenkinek, srácok! Várj egy kicsit! Azt lehetett streamelni is, betyár. Azt streameltem. De jó! Megkaptuk a... izé, ezeknek az armorját. Szóval azt lehetett streamelni. Viszont... nem tudom, mi van akkor, hogyha mondjuk... én egy olyan mentésemet...
streameltem volna, ha lett volna olyan, amivel már mit tudom én, a bossnál járok, tehát akkor nem tudom mi van. Az helyzet, mivel mindig figyelek ezekre a szabályokra, ezért nem is foglalkoztam akkor, hogy mi van, ha ilyeneket csinálok. Hát az biztos, hogy a közeljövőben nem kapnék ilyen hozzáféréseket. A királyság. Kometazúros ír megvan, már csak a Kometazúrt kéne tudnom használni. Ó, basszus, oda kéne lemennem. Nem tudom, Csabi. Nem tudom. Szia, Audi, szevasztok. Jó, hova akarom én menni? Igen, a Gelmir Heroes Grave az, amit meg fogom majd nézni a Margit és a Mogos Shackle-lel. Aztán van nekünk egy Full Grown Falling Star Beastünk, akit megöltünk. És úgy néz ki, hogy nem volt Require, de én megöltem. Aztán van egy Worm Face, ja, őt megöltük, igen. Aztán van egy Fire Prelétünk a Fort Lightbe, őt is megöltük. Magma Worm megöltünk. Demi Human Queen Maggie. Őt is megöltük. Abductor Virgin, 2 darab. Abductor Virgin, 2 darab. Srácok, valami boss fight. Mi ez az Abductor Virgin? Az Abductor Virginek itt jelenhetnek meg. Két darab szűz, így van, bocsánat. Azt mutasd meg nekem, hogy hol vannak ezek. Az Abductor Virgin, srácok. Azok a gurulós szemetek. Fúj, de undorító. És ők itt vannak valahol. Srácok, itt van valahol egy boss fight, de ez most így hol? Abductor Virgin. Ja, mert hogy elnéztem, nem itt van, hanem itt. Itt van egy boss fight. Itt van egy boss fight. Haló? Van egy nap debutált nálam is ez a Tier plusz Comet. Az Úr plusz Terra Magicus. Csabit idézve, baszó. Ja. Ez kemény. Az kemény. Itt hol lehet boss room? Ezt meg kéne néznünk. Most átjöttem itt a mindenségen, de minek? Teljesen feleslegesen. Máshonnan. Előre ne menjél! Ez ilyen politikai kijelentés? Jó, leülünk. Tehát, hogy... Elvileg... Jut eszembe, köszi a linket a boss listához, az alapján tegnap elég sok boss levadáztam. Na, tök jó. Képzeld, az hiányos. Mármint, hogy... Annál több van. Én már tudti, hogy járok 9-en akárhánynál. Itt öltünk egyet, de a... Tudjátok, hogy kit keresek? Van 2 gurulós akármicsodás. Gurulósos boss. Frissítik? Ja, bocsi. Akkor én azóta nem néztem, Martin. Tehát... Itt át lehetne menni? Na jó. Meg kell néznünk, tehát hogy hol van. Tehát Abductor... Hogy is hívják ezt a részt? Volcano Manor, csak annyit írnak. Volcano Manor titkos része, és teljesen máshonnan lehet eljutni oda. Oh.
Secret boss. Ez egy sisak rajtad? Igen. Az Albina Urik sisak rajtam. Igen. Jó, azt mondtassátok meg, hogy intro nagyon jó. Igen, igen. Ez egy sziget, a srác egy szigeten van. Igen, igen. Patches, Patches. Igen, Patches mesélt arról, hogy vannak az akadémia alján szüzek. Igen. Hogyan érjük el a bosszokat? Igen. Igen. Elkapatta magát. Elkapatta magát a srác, majd kiköpte. Elkapatta magát. Meghalt. És fölé lett. What? De most így mi? Hol? Ezt most hogy? Meghalt, és akkor fölé lett a bosszoknál. Az a lényeg, hogy meg kell, hogy ő jön, László, azt mondod? Jó. És fontos, hogy ők öljenek meg ott lent? Ez egy spéci NPC. Ha. És csak akkor működik, ha a megevésével öl meg. Wow. Amúgy nem tudom, hogy hogy kell oda jutni. Igen, igen, a harangos nőszemély. Na, itt van egy olyan... Ez lesz, ez kell nekünk. Ja, tudom, hogy kikre gondoltok. Van oda Grace. Csak egy darab szűz. Igen, csak egy darab szűz van lent. Hát most az a feladatunk, hogy lemenjünk. És itt elvileg van NPC, aki megsebez. Aki meg tud minket sebezni. Én megsebeztetem magam vele. Gyere. Na. Tudom, hogy nem vele kell megöletnem magam. Csak megsebeztetem magam, hogy meg tudjon ölni az NPC. Ilyesmit Abinnál láttam, hogy megette és nem halt meg, hanem elteleportált a valahova. Igen, és ő benne az a különleges, hogy ő bosshoz teleportál. És nem állt a Manorba. Nem kell megöljön, így is úgy is levisz. Jó van, biztos, ami biztos, srácok. A terv jó volt, a kivételezés borzalmas. Gyere, csapkodj! Én akkor is azt akarom, hogy te csapkodd le a HP-mat. Szia, Pilu papa. Nyomjad belém, ez az. Jó. Ne sebeztessem le magam, mert úgy nehezebb? Lehet amúgy. Lehet amúgy, hogy így nehezebb, srácok. Az helyzet, hogy távol van, tehát valószínűleg rám fog charge-olni. Jó. Oké. Hiszek nektek, srácok.
el lassan megy. Ú, de jó a buli, ott bent! Kapjál befelé! Egyél meg! Hoppá, hoppá! Most jó? Vajon most jó, srácok? Nem. Ez nem úgy néz ki, mint hogyha nyert volna, srácok. Vagy itt lesz a boss? Most akkor jól csináltuk, vagy nem? Tehát ide hozott minket, és egyébként fölöttünk van valószínűleg a shortcut. Igen, jól sajátod, de ez lesz az. Oké, és akkor jó. Tök jó. Ja, nem tudunk elteleportálni, de ez direkt. Ez direkt ilyen, srácok. Jó. Nem téged akartak először, bocsi. Van még egy. Hát akkor igazából bármelyik lény, bármelyik ilyen virgin el tud engem ide hozni? Srácok, azt mondjátok? Nem feltétlenül az akadémia alatti kell nekünk? Nem tudok róla, szerintem csak ez. Wow, tök király. Hát ez itt... Milyen mélyen van már. Alex is azt mondja, hogy szerinte csak ő. Ő tud minket idehozni. Aha, kifogytunk. Becsiz is direkt erről beszél. Oké. Okay. Én azt hittem, hogy bárki, bármelyik ide tud minket hozni. Igen, Pecsiz beszél erről. Csak nekem az kimaradt, mert én tovább jöttem. Pecsiz, ha megkíméled, akkor itt bukkan fel ezen a részen, azt hiszem. Valamelyik kis szigeten, itt. Bár amúgy lehet, hogy pont ezen. Haza akarok menni. Jézusom! És ezek után még föl is jövünk. Homoly. Loot. Ott van loot szemközt. Ah, itt meg csigúszok vannak. És ott egy grész. Tök jó. Hát ez tök menő, nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy erről így szóltatok. Hogy ez ilyen. Tök
tudja a fene, hogy akkor ezt miért Mount Gelmirhez írták a térképen. A virginiai szűzeket. Ezen a helyen csonkították meg Anakint, szegény. Itt mondták neki, hogy nálunk van a magas föld. Smithing Stone 4. Boss ahead. Ez már boss szoba? Azért egy ilyet elnyomunk. Még egy ilyet is. Na most adjátok srácok, hogy hadd fedezzem fel a dolgokat, mert itt nem voltam. Aha. Oké. Bekapott! Bekapott, srácok! Bekapott a szemétje. Nem nagyon láttam őket még így mozogni, mert mindig vásatoltam. Húha! Ah, tehát ez a rész is ismerős, ott jártunk. Nem kell segíteni, hagyjátok csak srácok. Igen, az ismerős hely. Most a szólók nem érdekelnek. Arra vagyok kíváncsi, hogy meg lehet-e innen szökni. Úgyhogy kiadjuk a bosszokat. Ki lehet hagyni a bosszokat? Mármint, hogy én most nem akarom kiadni, de amúgy ki lehet hagyni? Ki lehet hagyni? Van itt valami speckó, ugrás? A Grace után van fast travel. Ja, hát akkor... Akkor nem is kell boss-t ölni. Mert én azt hallottam erről az útvonalról, hogy ez az útvonal boss mögé zárja a hazajutást. Akkor ez nem igaz, ezek szerint. Akkor el kell bőszutni, ha ki akarsz jutni a Altuszba. Aha. Én meg azt hittem, hogy ahhoz kell bosztalni, hogy juss erről a helyről. Ez a harmadik út Altuszba. Várjál.
Altuszba az egyik út, hogyha... Ja, igen. Igen? Altuszba. De Altuszba nem úgy megyünk, hogy a... Itt föl. Itt föl. Fölmegyünk, a másik a... Medál, a harmadik pedig a Manorba jutás. A Manorba jutás... Sal pedig... Most hirtelen nincs meg, pedig nagy... Tehát, hogy izé okoskodtam már ezzel kapcsolatban, de hogy... Hogy is jutunk így a Altuszba? A Manoron keresztül? Tehát, hogy amit most én csinálok, az hogy segít? Na, csak beleugrottam. Altuszban lehet Manorba teleportálni. Az oké, de most az Altusz bajutásról beszélünk, nem? Fordítva van, mert ha felmész a lifttel, akkor ilyen üdvözölés elvisz a Manorba. Ja, én most azt hittem, hogy arról beszélünk, hogy az Altusz bajutás. Tehát, hogy... Behoznak ide a szüzek, és akkor így könnyebben eljutunk Altuszba. De innen ki tudsz a... De innen ki Altuszba mész. Ja, tudom, mert hogy kijövünk itt le, és akkor ott meg át. Jó. Oké, megvan. Oké, mert hogy itt fel tudunk menni. Gondolom én. Oké, és... Köszi, srácok! És itt mindössze annyi van, hogy... Subterrane Inquisition Chamber. És akkor ezt mondtátok, hogy ezt érdemes felvenni. És a bosszunk pedig ott van. Hát erre kíváncsi leszek, srácok. Van-e amúgy másik út? Cave Moss például van. Na, hadd szóljam. Na, tehát akkor... Ezt elnyomjuk. Ezt is elnyomjuk. Bemegyünk. Ezt elnyomjuk. Ezt is. Inquisitors Girandole. És amit egyébként Odi akart mondani, az valószínűleg ez. Ez. Hogy ezt is azért raknánk ide, hogy meg tud dölni őket. Ó, na menj már! Wow! Hát akkor végül is... Ők egy 3,5. Kiáratot védtek itt? Azért mondom 3,5-nek, mert hogy...
Mert hogy végül is, hogyha itt megcsinálod a questeket, amit nem. Ide nem tudsz bejutni. Ja, oké. Bocsánat, akkor mégsem. Akkor ez tényleg a harmadik járat. Én valamiért azt hittem, hogy a Manorból el lehet menni úgy, hogy ha itt vagy, akkor bemész a Manorba, és onnan pedig át ezen az úton. Altus platóra. De zsír. Hát ez több király, srácok. És itt is van egy grész rögtön. Azaz, ami ott van lent. Wow, és annak... Wow. Hát ez nagyon király, srácok. Ahogy ezt kitalálták. Ez nagyon szuper. Virgin, abduktor Virgin, oké. Okay. De boss megölte-e már a Tibia Manorosat? Ő meghalt. Ha rá gondoltál. Virgin. Gizit is megöltük, Inquisitor Gizit, Magma Worm, ő is meghalt. Gatsky Noble meghalt, és Rijkaard, illetve Tanit lovagja van még ott alul, Rijkaardnál. Oké, okay. Na akkor úgy néz ki, hogy a Mount Gelmir és a Volcano Manoros bosszok közül egyedül ez az, ami hátra maradt, úgyhogy ezt megtegeljük. Igen, igen, a Tibia Manor az a szellem a csónakban. Jó. Kélitben szintén mindenki megvolt. Föld alattiakat most nem néztük. Altus Plateau. Na, Altus Plateau-nál ott tartottunk, hogy Elemér. Igen, Elemér. Illetve itt van még egy boss, úgyhogy kettő boss van ezen a területen, oda majd mennünk kell, viszont oda csak Rijkaard halála után fogunk menni. És ki fog nekünk segíteni? Ja, Patches fog nekünk segíteni, igen. Mármint, hogy Patches-zel fogunk itt interaktálni majd. Tehát akkor Patches Rijkaard kill-re vár, és Millicent is Rijkaard kill-re vár. Oké. Okay. Van egy kontraktunk, azt megcsináltuk, aki itt volt. Van egy egy Noble. Sanguine Noble. Itt van egy boss. Egy nemes. Millicentnek nincs köze Rijkaardhoz, ez így igaz, neki nincs köze Zakika, viszont a Millicent questje az pont azon a területen van, ahol Patches éppen akarna nekem segíteni. Vagy legalábbis akarna velem beszélni, mert Patches Elemér vagy... Igen, Elemér előtt akar velünk interaktálni. És úgy akarok oda menni, hogy ott legyen már Patches. De Millicent utcát felszedhet a Patches-nek is. Ja, csak nem akarok oda menni. És elvileg azzal, hogy most várunk a Rijkaard halálra, azzal nem teszünk tönkre, vagy legalábbis, hogyha megöljük Rijkaardot, azzal nem teszünk tönkre Millicentnek a questjét. Nekem rémlik, hogy én ezen a helyen már voltam. De hogy itt boss lenne, egy nemes még hozzá. Ó, oh, akkor itt lesz egy lejárat. Ahol én biztosan nem jártam. Aha.
Azt a rohadt, hát szaná szétszúrkál, srácok. Wow! Azon csúsztam meg most, hogy nem nyomtam be a flémet szerintem. Nem nyomtam be a flémet. Elszúrtam a báfolást. És megzavarodtam, hogy akkor most hol is tartok? Hát elnyomunk egy ilyet. Aztán majd ezt. Aztán ezt. Igazából ezt is elnyomhatjuk. Csak kevesebbet kell bent szórakozni. Weapon árt, csaptam bele. Pedig nem akartam. Adott egy 9-est. Mimic Carry, igen. Bloody Harris. Ez valami speedrunner item, nem? Nekem ez rémlik. Ez a Bloody Harris. Igen? Aha, akkor jól rémlett. Van valami bugos weapon swap-je. Hát elvileg úgy van, hogy teszel egy esofort egy fegyverre, ami most itt van a jobb kezedben, ez meg a bal kezedben van, és ha elnyomod azt az esofort, és ezt meg a két kézbe veszed, akkor tudod használni, és teljesen megváltozik a movesetje. Elvileg egy 10-es buffról van szó, hogyha jól tudom. De ennek nem itt kéne lenni, hanem itt, és úgy van, hogy valami fegyverre teszel egy esofort, azt hiszem. Itt elnyomod az esofort, súgy, elnyomtad, és akkor ezt veszed a kezedbe. És akkor teljesen megváltozik a movesetje. Uchiha tanára rakják? Nem tudtam pontosan, hogy mire, csak hogy... Azt tudom, hogy elvileg esofor kell rám. De lehet, hogy egyébként egy fegyver is tudja ezt a cuccot. Most hatchetre rakja rá? Ja, mert hogy teljesen megváltozik a moveset. Jó, szóval itt van ez. Dynasty's Finest. Ez olyan, mint hogyha a mogéknak a cucca lenne. Ja, hát ez konkrétan a Lord of Blood szolgája használta. Arcane STR Dex. Nem tudnám használni. De most már ez is megvan. Jó, hova akarunk tovább menni? Vernface meghalt az R3-nél, Altus Platóban, tehát ott az meghalt. Aztán van egy 16-osunk, 16-os. 16-os az egy Noble volt. Igen. Aztán van kettő kristályosunk ebben. Az Altus Tunnel, de azt mondtátok, hogy oda nekem egy másik tunnel kell, hogy tudjam használni. Tehát, hogy ott meg tudjak ölni egy föntről lelógó fura alakot. Úgyhogy biztos, hogy itt lesz majd egy folytatás. Na, elvileg ide kell jönnünk.
szép fejes emberben nem volt. Hát mi bajod van ezzel, Sticky? Hát tetszik. Tényleg itt harcoltunk a bosszal, a sárkány bosszal, és meg se néztem, hogy mi ez a hely. Na bakker! Na a windmill érdekes, mert az Millicenthez is kapcsolódik, nem tudom, beszéltél vele. Nem, nem, ott még nem tartunk. Millicent... Millicenttel még nem állunk úgy. Az a helyzet. Az igen, hát ezek az aranykecskék hogy nyomják? Ó, és itt lehet megszerezni a kecskéknek ezt a képességet. De nekem nagyon gyanús vagy ott. Figyelj! Van még villámom. Ennek a kecskének most bejövök, vagy mi van? Hagyjál már békén, hát mit akarsz? Itt egy újabb temető. És itt egy újabb church. 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 Meg Golden Rune-ok. Be. Na. Na. Hát ki van itt? Lajos. De te itt most csak villámokat fogsz kapni. Azt hittem valami Tree Sentinel vagy valami hasonló. Ehhez képest te ilyen núbiai nép vagy. Bocsi, nem a lovat akartam. Ez mondjuk megalázó volt. Megkaptuk a kezét. What? Halló? Halló? Ott egy láda. Jó, most már előveszem a kardot. Dragon Bolt Blessing. Na ez akkor jó nekem. Dragon Bolt Blessing. Hát mondjuk, hogyha tudnám, hogy melyik az. Superior Incantation. Ezt majd megnézzük. Na ilyet már rég találtunk. Ilyet már nagyon rég találtunk, srácok. Durva. Itt is volt egyébként. Egy templom. Van-e még templom egyébként, amit kihagytunk? Szerintem nincs. Itt megnéztünk mindent. Látszólag. Szegény paripa. Kontrollerre nyomulok. Rubel. Esni kontrollerrel. De PC-n.
Mimikus, Tírus. Mivel nem akarják, hogy lesz, mármint, hogy nem kötelez a játék, hogy leszálljak, ezért nem szállunk le. Na de a paripa! Na de a paripa! Szóval ez egy boss fight volt. Black Knife. Srácok, PS4-en is állat jó a game, vagy nagyon követi a PS5-öt a... Jó, ez az EU szimulátor? Ja, csak repkednem kéne, nem lóról nyomni. Úgy menőbb lenne. Tessék. Remélem minden elemé Black Knife Assassin lesz. Örülnél neki, Sticky? Egyszer élünk. Na, mit védett? Crimson Seed Talizmant. Szuper. Többet tölt vissza a HP flaska, ha ez be van rakva. Megérte. És én csak azt mondom, hogy megérte. Shadow bats in... Bates in light and nose weakness. Egészségedre. Ez mit jelent, srácok? Azt jelenti, hogy árnyékok, fény, gyengeség, fáj. Néha. Rá fogok jönni. Azt, hogy vegyél streamer fürdővizet. Ó! Na de azt nem mondták, hogy hány literrel. Az összeset meg kell venni? Uha. Saját fürdővízért. Ez jó volt. Oké. Okay. Oké, okay. Hogy támadható. Azt jelentette, srácok, a leírás, hogy lesznek ellenségek, akik csak akkor sebződnek, hogyha fénybe érnek. Nincs mit. Ez jó.
Ez tetszik, ez a mechanika. Esetleg rájött. A fésű mi érdekel? Volt ide, amikor a szakállamat fésültem, csak mondom. Jóló, jóló, jó, jóló. Azt a rat. Normális vagy? Ha! Lobz. És meg én voltam a noobs. Eljutottál Godrikig? Hát, kitartást hozzá. Ez eski úgy néz ki, mint hogyha hiddel lenne. De csak azért, mert nincs ott szegély. Mondjuk akkor ebből a szempontból ez is lehetne az. Pincér támadások vannak, srácok. A pincér támadás, azt megtanultuk, hogy alulról van valami. Oké, na hát erre nem gondoltam. Gyengül, gyengül a fény, srácok. Elsőre. Ötvenszer kell ütni? Erős a fó előttünk? Mehet akkor. Az igen. Hűha! És mi erre akartunk jönni? Valamiért úgy érzem, hogy ez egy nagyobb dungeon. Mint azt, aminek én hittem. Mint aminek én hittem. Oké. Oda nem lehet felmenni? Jó. Azt mondtasz, hogy strong foe van előttünk. Hogy mit adtál a haverodnak? Ajaj, Csabi káromkodik. Alt shift. Csabi, a shift alt. Mert azt hiszem alt shift. Ajaj. Egyszer élünk, srácok, egyszer. Valami elképesztő? Mit is vettem fel? Mi volt az az elképesztő? Látszok, valami talizmán, ugye? Szerintem egy talizmánt vettünk fel. Ami elképesztő volt, valami Dragon Crest, de hogy melyik? Dragon Crest, Shield talizmán, plusz egy. Ja, ez az. Azt ez jó.
Ez jó, srácok. Tessék. Nem jó? Hogy állunk amúgy ezekkel a... ezek kulcsokkal, mert úgy pazarlom, mint hogyha milliárdos lennék. Nem is tudom, most így írtam, hogy hol vannak. Mondjuk itt. Még van 4, jó. Ez a baj, kevés a talizman slot, azokat megtelíti a damage talizman. Ja, így van, csak a damage. Hazudós előttünk. Azt gondoltam volna, hogy ide szakadtunk le. De. Hát ide estünk le. Ja! Megvan. Most akkor mi? Hogy is jöttünk ide? Ott volt a loot. Igen, ott volt a loot, és mi most feljöttünk ide, úgyhogy... hogy innen jöttünk? Ó, basszus. Jelent, srácok. Meg kell érteni, hogy ez most hogy van. Jézusom! Azt a rohadt! Igen, ez volt az első. Apró tip, ha esetleg van slotorban nagyobb heal spell neked, akkor amikor jönnek azok a világító, sokkarú kapározó mobok, akkor hírálj magadon egyet, ha közel vannak hozzád, meglepő lesz. Nincs berakva, úgyhogy mondj nyugodtan, mi történik akkor szélon. Srácok, újra tervezés van. Az a legdurvább, hogy totálisan nem vágom, hogy... fél AP-t sebzel rajtok, minden self-heal spell és instant stagger kapnak. Haha, tök jó. Na tehát... én ezt a részt választottam. Hol kapcsolódik? Ez be. Ja, hogy leugrottunk. Oké, ezt nem vettem észre. Hát ez nagyon kemény. Sokkarú vis... tehát a sokkarú az a tutorial boss, nem? Stay alone. Ezt megörölni lehet a selfie-lel a tutorial boss-t. De nem pajzsos. Ja, tudom akkor már, hogy mire gondolsz. Nem, a marionett az a sokkarú, de... de hogy azok az íjászok, Stélon pedig nem az íjászokra gondol, szerintem Abiáda. Íjászok vagy kardosok, akik ilyen tömlöcbe vannak zárva, azok a marionettek. És ezt onnan tudom, hogy Jézus Atya Úristen!
tudom, hogy megkaptam a ruhájukat. Jó, hát akkor nem tudom, hogy hol van. Itt van. Nem látok fel. Ó! Á, hogy itt most ki kell nyitni a boss ajtót. Akkor rájuk gondolt. Nincs nálam heal, azt akartam megnézni. Azt a rohadt. Ja, nincs nálam, már kivettem, nem is tudom, rég. Akkor most végig kell szaladnunk. Jó. De előnyöm van. Mert elvileg emlékszem arra, hogy merre kell menni. Hát mondjuk nem erre. Most már legalább nem kell izgulni a rúnák miatt. Szóval rendesen van egy olyan hely, ahol egymás után 5-6 darab van. Ó! Oh. Ez kemény lát. Nem tudom, melyik a gyorsabb útvonal. Talán ez. Haha, de szemét vagy. Szóval, itt van ez a szemét.
ott. Úgyhogy most szépen felbáfoljuk magunkat. Ennyire. És akkor mehet. Humánus bonsárdok. Aha. Megvan, hogy hol vagyunk. Hogy micsoda? Hát akkor have fun. Kéne azért ölni. Oké, lejön. Húha. Az ajtóvédő. Wow. És miért spawnolt újra az a szemét egyébként? Mármint, hogy az a sok kezű. Ami olyan, mint a tutorial boss. Na de jó. A különös lényekre buksz? És találkoztam olyan, ami újra spawnol? Hova tűnt a lovas? Amúgy. Nem, mint hogyha bánnám. Na ne szívas. Elcsapta egy csapda, amikor fent volt. Komolyan? Óvatosan a jobbrával. Fúj! Ez 18 plusz, srácok. Ez 18 plusz volt. Kell-e? Intes? Fejtes? Jó, szóltak is, meg láttam is. Az a durva. Hát ez kemény lesz.
Ott is van, nyomta a kást. Ancient Dragon Knight Kristóf. Konkrétan Krisi. Itt van Krisi. Na jó, hát akkor ez nem az az átjáró. Ez nem az a dungeon, amit én kerestem. Azt mondja, ez kemény lesz. Hát kemény lesz abból a szempontból, hogy már nagyon kevés volt a healing potionom. És kemény lesz, mert hogy ha megsebez minket, akkor bajba lehetünk. De jó a kilátás amúgy innen. Szóval itt volt kettő bosszunk. Hova tovább? Mármint, hogy nem hova tovább, hanem hogy még kiket kéne megölnünk. 13,3 szek volt. Stopper el, nem érted? Na, meg is van. Állítólag itt van, ami nekünk kell. És az lesz szerintem a másik fele. Az lesz a másik fele. Annak a dungeonnek, ami láttam, hogy valójában egy nagyobb dungeon, mint azt mi gondoltuk. A Tree Sentinelek már meghaltak. Igen, ott van egy poison barlang talán. Valami van itt. Tűha. Jézus. Na nézzük. Jaja, akkor ez az. Ő a virágunk, aki előtte van. Jó, hát ő határozottan jobban szereti, srácok, a tüzet. Burn, virág, burn! Kapod! Lehet idézni? Ja, virághoz lehetett idézni? Mik a tervek a hétvégére? Ez egy nagyon jó kérdés, most így hirtelen nincs meg. Az a helyzet nagyon összezavart az Macré, hogy hosszú hétvége van. Kint lehet a Sentinel. De hát ők már nem élnek nálam. Perfumer's Grotto. Szóval így most hirtelen nem emlékszem Macré. Balács. Itt van Kalács. Csak ennyit mondtam neki, hogy Kalács, semmi többet, és már itt is van. Kaptok nagy Kalácsot. Úgyis hiányoltátok a nagy kalácsot. De jó, nem teszi tönkre. Mondjuk kiveszi a zöldet a zöld háttér a szeméből. És amúgy most kényelembe is helyezte egyébként magát, tehát hogy neki ez így full kényelmes, hogy én itt tartom. Cica. Hogy mondod? Cica. Könnyű egy macskát őre venni, próbálnád meg a 20 kilós kutyámat.
Ah, már nem. Macskát csak akkor lehet őre venni, hogyha így van szoktatva. Odi. Próbálj csak meg egy macskát felemelni. Nem ugye? Valószínűleg előbb emelgetnék macskát, mint egy kutyát, Odi. Ebből a szempontból igazad van. Hát az alvós stream. 1,4 millió rúnát farmoltál? Jézusom! Az kemény. Azon a mogos terület... Micsoda? Egy elszaladt srácok! Micsoda 200? Srácok, ez nem jó. Srácok, hol a sebzés? Hol a sebzés? Jó, hát akkor tüzelünk, srácok. Jó, akkor világítás, bal kléz, jobb kléz, tűz. 45 kilós kutyád van, aztán. Asszus, elfogyott. Fajtiszta német juhász. Negyvenöt kiló? Jézusom. Ezt nézem közben, hogy... Nincs. Living jar shell. Ah. Csak éppen próbálj elérni, hogy ráfigyeljek. Mondja ezerrel, hogy ilyen Mao, meg olyan Mao. Ő meg tűzre volt ellenáll? Ja, mert hogy bubit rakott itt a kisvirágra. Szerintem nincsen max level, betyár. Mármint, hogy nem tudom. 99-as satokból a max, nem? Igen, igen. De 99 a max a statokban. Rossz buk van rajtam. Na ott a másik dungeonünk. És akkor most már oda föl tudok menni, mert ott egy loot. És ez a dungeon az az Altus Tunnel. Jó, de hogyha eléred a statokból a maxot, a 99-et, akkor után, tehát hogy ha 99 lesz a vigor, a mind, az endurance, a strength, a dex,
Dex, igen. Az int, a fate és az arcane, az 8x99, annyi a max level, nem? Tehát, hogy annál följebb nem lehet menni. Igaz? Ez kettő külön dungeon, csak látni az egyikből a másikat, és jól meg is lőnek a szemetek. Az a kérdés, hogy akkor oda föl lehet menni a tetejére, mármint nyilván az Altus Tunnelből. Mert hogy én ott még nem voltam, és ott a lootom. Fel lehet? Ha, oké, akkor azt még meg akarom nézni, srácok. Csak nem akartam annyira próbálkozni, mert itt volt ez a szemét, aki lövöldözött. Szóval le kell ugrani egy gyökérre, és onnan fel lehet mászni. Én azt nem mertem megpróbálni, mert olyannak tűnt, mintha a pályán kívül lenne már. Szerintem az idézés alatt lemegy rólunk ez a buff. Nyomjad a poison, ne hagyd abba! Ez komoly. Azt a lootot adta, amit az Omen killerek adnak. Mert hogy ilyet szereztünk a Manorból is. Ez most fat loot. Nem értem, hogy miért lehet még mindig idézni, hogyha már megöltem a Tree Sentineleket. Ja, a Golden Bow jó cucc, bár parfümmel is meg tudod csinálni, csak hát a parfümöt nyilván gyártani kell. Ó, oh, basszus. Na srácok, nézzük csak! Azt fele mennék, nyugodtan szóljatok, srácok. Most szabad. Majd jobbra kell menni, okés. Wow! Gyere. Jó, sejtettem, hogy ezek csigúszok. Ez volt a boss szoba. Ez volt a boss szoba. Vagyis még a boss előtti teremben lesz egy folyosó jobbra. Aha. Ez nagyon adja magát egyébként.
lesz az. Szerintem ez az. Ez az a rész. Nem. Ah, ez az. Mindenfele mentünk, csak arra nem, amerre kellene. Na jó farmolás, Lodi. Ja. Ja. Ezt én nem láttam. Amikor itt voltam, akkor én ezt a gyökeret nem láttam. Streamnézés közben hamar telik? Ja. Jújújújújúj. Na és... Arzenál Charm. Mit tud ez az Arzenál Charm? Ó. Oh. Értem. Növeli az equip loadot, de valószínűleg nem annyira, mint amit a nagy köcsöktől szereztünk. Jól gondolom? Nézzük csak. Na, nem néztem meg. Tehát 56-57. Megvan, srácok. Az a lényeg, hogy megvan. És az is tök menő, hogy ez meg egy másik... ez meg egy másik dungeon. Tehát, hogy összekapcsolódik a kettő. Tök jó. Tök jó. Hova megyünk most? Voltunk a 20-asba, aztán van egy Falling Star Beastünk. Hoppácska. Kettő Falling Star Beast van. Tudtátok, hogy kettő van? Mármint, hogy három. De hogy kettő kicsi van. Mert hogy a másik az nem sima Falling Star Beast, hanem Specco Falling Star Beast. Az teljesen megnőtt. Amúgy ez a vicc, hogy kb. Egy endurance többet ér, mint ez a charm. Komolyan? Ezt kicsit furin találták ki. Wow. És ott nyomják a munkások. Mi hol ott egyébként? Mármint, hogy igen, értem, csillag. A csillagot bányásszak? A meteoritot bányásszak? Ezek a Scarce-ek, amikre gondolsz, nem? Radagon, meg Margit Scarce-je. Ha jól sejtem. Szélón. Ja, sima izék, amik csak így statra adnak, aha. Hát ez problémás, srácok. Megcsíptük a hátsóját. Szia, friend of, hello, hello. Ötös Somber Smithing Stone, 6, Gravity Stone, Fen. Szertlek kéviek kisebb, mint 3. Kévie, azt mondja most már. Köszi szépen, friend of, köszi a 100-es sírt.
Mizus, mizus, friend up. Hagyítják. Itt hallottam egyébként valamit még csilingálni, azt még megnézzük. Jaj, én most a fétes talizmánt használom, azt hiszem. Itt is használunk? Ja, Marikának a cuccát használjuk. Aha. Ja, ez HP-t tölt, ez Scarabeus. Full. Az igen, segg belőnek. Jól van. Az is HP töltős Scarabeus. Igen. Jó, akkor mindegy. Próbálkozol az 1200 mokokó szíddel? Hajrá! Kösz. Akkor elmegyünk inkább innen. És egy íjász. Hát nehéz, az biztos. Nekem Abyssal Dungeon-öket kéne nyomnom, de már egy jó ideje nem nyomtam a játékot. Jó. Még kéne valamit csinálnunk. Nézzük meg. Nézzünk be. Mert hogy megcsináltuk a Mount Gelmiresek közül mindet kivéve Reinkardot, valamit Tanit lovagot. És ezt a Gelmir Heroes Grave-et, ahol a lovas van. Aztán maradt még itt nekünk. Maradt még itt nekünk így negyediknek, meg ötödiknek itt kettő boss. Úgyhogy Mount Gelmir, illetve Altus Protóból öt boss maradt. És azért várnak, mert küldetések miatt arra várnak, hogy bejussunk a Kapitóliumba. Így van. Úgyhogy Altus, tehát hogy ezzel gyakorlatilag ezek megvannak. Ami most jönne nekünk, az Leyndell. Leyndelli bosszok. Van egy például egy Tree Spirit. Egy Tree Spirit vár elvileg minket itt. Rögtön. Nem akarok belekezdeni a Kapitóliumba most erre a negyed órára. Még van egy dungeon is? Megnézzük majd a dungeon is. Tehát, hogy... tehát, hogy... Ja. Itt mindent megnézünk. Stay alone. Szerintem sok mindent kihagytunk. Tehát itt is például van egy dungeon. Azt is majd meg kell, hogy nézzük. Tehát arról például... biztosan tudok. Úgyhogy most ezeket fogjuk nyomni. Nem tudom, hogy meddig jutunk. Kapcsolunk egy ilyet. Ölülünk a lóra. Sok sikert amúgy. Fent a jó farmalást, jó grindolás. Ó, ilyen. Ja? Ja, meg ott olyanunk is van, igen. Na gyere! Hol vagy? Mo-
mutasd magad! Bent van? Megjött. Golden Seed. Very big, srácok. Mit írnak itt a srácok? Azt mondják, hogy... Time for armament. De jó, végre egy ilyen chest. Giant Crusher. Ezt már láttam. Ezek a szabadban is megtalálhatóak? Ja, nyomsas, látod. Ott egy torony például. A church mögött. Sőt, a szabadban még könnyebbek is. Látod. Közel cikk karaktere, nem biztos, hogy így van. Hát azért azzal is több a lehetőséged, nem? Nem egy arénába vagy bezárva. Azért úgy csak könnyebb. Bármivel is, ugye? Ah, ott lehet leugratni, meg feljönni. Hol tesz egy kört? Nyilván úgy van kitalálva, hogy ne tudjam utolérni. Jó, akkor most várunk. Amúgy ide jöttünk? Nem pont a másik adára. Mondjad meg, hogy milyen sorozatod van, amit ajánlanál. Lennem meg lehet Commander O'Neill a rothadó tónál, de ez mit keresett itt? Ez a boss fent van éjszakon, nem? Nem, ő egy másik boss. Kettő Commander van. De vicces egyébként, mert mindkettő Commandernek egy questlinehoz van köze. Igaz?
Következő 95 000, és hát amúgy talán az éjszaka kommander az igazi, a másik csak bemutató. Ja, hát ez igazából csak úgy sétálgatott. Nem tudom, hogy a szummanjait újra idézte, de nekem még kemény falat volt így is. Srácok, ez a dungeon, ez ennyi. Rolettról csapkodtam meg, és itt jól jött az IS Spirit, ez folyamatosan idézgetett. Aha. Hát igen. Nekem kemény volt. Kemény jó volt. Messze! Súnyi volt. Én nem tudom, hogy ezt mikor csináltam meg. Viszont... Haha! Viszont... Janusok voltak itt a jelek. Hát én felugráltam a fa tetejére és ledobáltam. Az volt szerintem a legundibb boss fight. Amit így csináltam. A tetejére fölött ő nyomta a kis izét, én meg így dobáltam le a tüzemet. Hajnia kell. 127-es szintű vagy nyamsas, mi a fene? Megelőztél. Hogy volt merszed? Nyamsas, hogy volt merszed megelőzni? Ezekről a kis pici... Mely a enemikről mit lehet tudni? Hello? Yeah, hellóka. Aha, hellóka 2. Azt a rohadt! Én éppen élvezkedek. Várjál, kifogytam ilyet a kövét. Az, hogy nem érik el a felső polcot a Tesco-ba. De hát te honnan tudtad, hogy jövök? Mert nem szabad tudnod. Fogd be a füled. Azt hiszem, egyszer már említettem, hogy nálunk nagy kedvenc a Brooklyn 99. Mi nemrég elkezdtük újra nézni. Tudom, hogy nem vagytok nagy szitkomosok Adrival, de ez szerintem egyedülálló a kategóriában. Messze a legviccesebb sorozat, amit valaha láttam, annyi van. Hogyha esetleg adnátok neki egy próbát, sajnos kell neki 3-4 rész, mire rendesen beindul. Ja, tehát hogy nem egy rész alapján ítélünk meg sorozatokat, úgyhogy az nem para. Hogy mikor indul be, mikor nem indul be. Én az Így jártam anyátokkal szerettem nagyon. Azt hiszem az is szitkom. Illetve most a... Hát Adri már régebb óta, de hogy ő elkezdte nézni az Office-t. És én meg becsatlakoztam az Office nézésébe. És amúgy tetszik. Bánom, hogy nem kezdtem el hamarabb. Hát majd visszanézem az előző részeket. Na basszus, itt hagytuk a Smithing Stone-t. Ez valami Smithing Stone itt maradt, srácok. Ja, mert hogy azzal a izével tudtuk volna szétszedetni. Se baj. Szerint... Fú, de a szemetek amúgy ezek. Jaja, az a zóna nagyon szívás, nyamsas. Nekem is szívás volt. Tehát nem szabadott volna megölnöm őt, mert hogy okkal volt itt. Okkal volt itt ez a szűz.
A szüzek miért szüze? Mármint, hogy nem úgy, hanem, hogy... ők miért szü... Na, jó, akkor máshogy kérdezem. Tehát, hogy ők miért azok, amik éppen itt a lore alapján, illetve ezek a kis fickók, ők miért kis fickók, és miért vannak itt? Meg hogy mit lehet róluk tudni? Ahogy a szüzekről is egyébként. Mit lehet róluk tudni? Miért van itt ez a gyökér? Haló? Srácok! Robbanás kell, azt mondják. Robbanás. A tűz nem jó? Nem. Hát, megnézhetjük. Craftolunk gyorsan egy ilyen robbanósat. Ez fire damage. Van olyan, ami ilyen robbanós? Heavy fire damage, holy damage. Boom boom, olyat akarunk. Nem tudom, ide mi kell? Jobbra le tudunk menni. Ez nem is olyan vicces. Ez így már nem is vicces, srácok. Majdnem instant haltunk. Ja, vakon voltunk. Én megbíztam volna bennük. Itt mivé alakít minket szerintetek a mimik? Édes Isten, össze-vissza nyomkodom a gombokat, de most már megleszek. Tehát... Ah, ő kicsoda? Az a... Aha, Dolores. FP-koszt, HP-koszt. Na, tehát... Mivé alakít minket a mimik? Ó, oh, ez nem az, amire én gondoltam. Amire én gondoltam, az úgy néz ki, mint egy szoknyám. Pillanat. Szoknya. Fú! Fú, ez de undorító, srácok! Amint így komolyan. Új játékos, azt oda teszed ezt. És a ketten vagytok, a másik meg így áll mellette. Ja, van nálam még egy ilyen secret tier, igen, amit el kéne nyomni. Ja. Azt hittétek mi? Én is azt hittem amúgy. Ezeknek van szeme. Kíváncsi lettem volna két szemét. Amúgy meg kellett volna nézni, Csabi. Bocsi, elszúrtam. Old Fang. Igen, ott... meg vagy merre ugrottunk le. Jobbra ugrottunk le. Borzalmas most a GPS-em, srácok, ne haragudjatok. Ide estünk le, és akkor itt kellene tovább mennünk. Oké, ez az út, ez az út. Erre nem, egyszerűen nem. Még mindig nem. Pedig már illene, de nem. Egyszerűen nem vagyok felkészülve. Ooh.
Egy kis izé, villámos gríz. Kicsit befostam, hogy elment a fény. Utolsó pillanatban megláttam. Négyen voltak? És egy Golden Rune 9-et védtek. Hol vagyunk? Srácok. Úgy érzem, action. Action van. Szevasz, Gabcsi! Mi bajod van? Onyx Lord! Mi a helyzet, Gabcsi? Hogy ittják? Ilyen ellen már harcoltunk egyébként, aki ilyen képességet használ. Onyx Lord's Great Sword. Ezek kolosszálok. Na várjál, Onyx Lord, miért nincs itt? Ez most egy talizmán. Mert hogy Curved Great Sword. Ezt meg lehet majd nézni, csak ne felejtsük el. Minden rendben, ezer a dolog, és azon a gyalog, miért hasonlít a karaktered feje egy makaronra. Annyira? Jó, amúgy ez csak egy sapka. De hogy nagyon tetszik, nagyon vicces. Majd nyilván visszaváltok. Nagyon viccesen néz ki. Miért akarnék visszamenni, hogyha itt van tovább? Tessék! Micsoda átjáró! Mit mondanak, mi ez az átjáró? Divine Tower of West Altus. De hát nem is ott vagyok. Ez átverés. Rossz helyen van. Rossz helyen van! Akkor tudjátok most mit kell csinálni? Ide kell jönni. Ide. Ide és akkor itt. Mindjárt. Tökéletes. Ide kell írnunk egy üzenetet. De azt hogy? Azt hogy csinálták? Hogy csinálták? Nem tudom, az a helyzet, nincs meg előttem a szöveg, hogy mit szoktak ilyenkor oda tenni. Tryfinget, nem, ilyen grészeset, hogy nem ott van a grész, vagy valami ilyesmit. De lépek is, mert az, hogy ma sportnapot tart, és gyalog ment dolgozni, és hívott, hogy menjek már érte. Együtt sétáltok? Mármint, hogy jó, kocsikázás, Gabcsi. Vagy rollerrel mentek? Jó, van, amúgy csak szívózok. Jó utat, Gabcsi. Szia, Koretfrik. Jó. Akkor ide kell még egy shard. Ölés. Tök jó. Szóval. Divine Tower. És Divine Tower. Fura, hogy az nem lett Divine Tower.
És itt is tudja, hogy lesz még egy Divine Tower. Mert hogy így körbe vannak a Divine Towerok. Menesi! Van itt még nekünk, összeszámolom, hogy hány bosszunk. Egy. Kettő. Ez egy questes kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Invédes nyolc. Kilenc. Tíz. Tizenegy. 12. Oké. Okay. Szóval 12 bosszunk van még, srácok. Ezek még hajózni is tudnak? Nagyon durva. Nagyon durva, srácok. Mit is mondhatnék nektek? 100 000 rúna, leölünk, gyorsan fejlődünk egyet, és haladunk afelé, hogy tudjuk használni majd a kometazúrt. Ami vicces. Mit csináltunk ma? Ma főleg a Volcano Manort túrtuk, bújtuk, átnéztük szerintem amennyire csak lehet. Majd kell beszélnem Tanittal, és hát ha tud majd valami okosat mondani. Megcsináltuk a Mount Gelmires majdnem hogy összes boss-t. Rijkaard, Tanit lovag, illetve ez a Gelmini Heroes gréf, ez ami még nincs megcsinálva. Altus Platon szintén mindent, kivéve ezt a részt, meg azt. Illetve belekezdtünk a Kapitólium körüli, illetve, igen, tehát a Kapitólium körüli tisztogatásba. Ennyi. Questline-okkal nem haladtunk. Erre kell offstream-ben megmutatom, mi kell a full komethez. Ja, igazából én csak annyit akarok csinálni, Odi. Zakika már mondta nekem azt, hogy megszereztük ezt. Nem, ezt. Itt van pedig ezt. Ezt. Megvan a varázslatunk, ez, és megvan ez is. És hát még feljebb kéne húznom a staffomat. És akkor meglátjuk. Talizmánokból nem tudom. Talizmánokból nem tudom, hogy mi az, ami kell, vagy ami hiányzik, azokat egyáltalán nem néztem meg. Talizmánnal nyilván lehetne 60-as... mi az? Intem, meg sapkánkkal, de most azt így nincs kedvem összehozni. Viszont elfelejtettem nektek megmutatni, hogy mit tud ez a kard. Ez a curved sword. De megnézzük. Megnézzük. Hát valószínűleg ez is ilyen földet csapkodós, mert a curved swordok olyanok. Illetve ezt se néztük meg, a double slash-t, a serpent bone blade-et. Ez is egy új dolog. Illetve valahogy ki kéne próbálnunk a Bloody Hellist. Csomó jó fegyverem van már.
tetsz jó látni. Ezt tetszik egyébként a legjobban, ez a Magma Whip Candlestick. Ez az ágyú is vicces. Majd akarok nézni ilyen Jar Cannon-ös gameplayt. De meg akarom nézni, hogy milyen. Ja, meg a Gatslayer-t is föl kéne húznunk, hogy Blackflame-ezni tudjak, mert a Blackflame is iszonyatosan tetszik. Tudjátok, hogy a DS3-as végi játszásomat úgy nyomtuk, hogy nagy tűzgolyó, Blackflame és Pestilent Mist. Ezekkel játszottunk. Graven Mass, Godfrey Icon, Graven Skull Talisman és Marika Scorsail. Akkor majd valahol kapni fogok egy negyedik talizmán szlotot is. De azt ne áruljátok el, hogy hol. Legyen meglepetés. Ha már az nem meglepetés, hogy négy lehet. Na jó van, srácok. Mielőtt itt még valami huncutság kiderülne, búcsúzom. És nektek meg csak annyit tudok mondani, hogy... You're beautiful. Remélem tetszett nektek ez az Elden Ring stream is. Folytatjuk jövő héten.